Na, sziasztok! Ez most egy bejelentő, vagy nem egy ilyen tájékoztató videó lesz. Nemrég keltem fel, szóval ezért ilyen a hangom. Szóval, most reggel van. Másnak iskola, nekem nem, mert ballagok. És most így, megmutatom, hogy mi változott az indulás óta a szerverem. Szóval az indulás az előző hét vasárnapján volt, vagy hát ha úgy nézzük, akkor 2 héttel ezelőtt. Vagy na, nem most vasárnap, hanem előtte van a vasárnap. Ami 1 hét 3 napot jelent. Mi a jelszó van? Na szóval. Mivel tesztelés alatt nem teszteltek sokan, hanem inkább csak szórakoztak. Így sok bug volt még az indulás első 2 napjában, és mivel akkor már elkezdtem normálisan játszani, az emberek kiderültek a bugok. És azok a bugok... Azok a bugok kilettek javítva egyből, mert jelentették is. Tóta már szóval egy bugmentes a szerver is, és új dolgok is bekerültek. Hát a vegyesboltban most már lehet sört is venni, kaját is venni. Szóval és a sör az már egy item az inventoriban. Mi van most nálam? Itt egy csomó cucc. Szóval egy item az inventoriban, és nem bírok beszélni, most kellem felállni, gondolkodni is egy tudom. És bármikor mindig lehet nálad sör, bármikor elővehetni és ihatod. Most a bug javításokat nem fogom mondani, csak a javításokat. Befektetés rendszer, ha minden igaz, akkor nem volt még régen. És nem, induláskor is volt befektetés, jól emlékszem. Ez túl sokat keresett, nem volt értelme biznisz lenni, jobban megérte a biznisz árát, berakta a befektetésbe, és ültél rajta, úgy több pénzt kaptál, szóval ezért szépen levettem a kamatot, és hosszabb időre csináltam a befektetés idejét. Új interjúk lettek a gyárban is, a könyvtárban is, meg hol lett még új? Most a börtönön dolgozom, meg a városházák, de volt egy szavazás is, amit ha minden igaz, én megnyertem, az én pártom, de csak épp hogy nem hittem volna, hogy ilyen szoros lesz. Szóval volt egy választásra, mert lesz mindenki ezt mindenféle szavazás után áthettem a hatalmat, úgymond. Mik jött még közben? Félig bent van már a buszvezetés, ami majd lehetővé teszi, az egyszerre 2 buszvezető lehet fent a szerven, elég jól keres. Minden egyes felszállt játékos után is kap pénzt, nem csak checkpointok után, de kell hozzá autóbuszvezetői engedély. És tényleg az jó, az keresett szakma lesz, mert egyszer csak 2 tudják azt végezni, és azért csináltam, hogy kereset legyen, hogy mindig legyen munkás, aki csinálja és tudja szállítani a játékosokat. Mi volt még? Igazából palominóval nem is volt sok. Legalább riporter most már sokkal több pénzt keres, mert nem csak SMS-ekből kapja a pénzt, SMS-ből is, de 2 percenként, hogyha ilyen folyamatosan beszélget, 2 percenként megnézi a szerver, hogy hány ember hallgatja, mert most már nem az, hogy mindenki látja a rádiót, hanem az, aki beírja, hogy per rádió hallgat, riporter rádió. És akkor tudod hallgatni, hogy a kocsiban vagy, vagy hogyha van telefonod. És ha hallgatod, akkor látni fogod, hogy mit írogatnak a riporterek, és úgy kapják a fizetést, hogy minél többen hallgatják, annál többet keresnek, és így elég sok pénzt lehet beszedni. Elég jó kereső munka, nem is csak a média az 15 fejezetes. Itt van a buszpályaudvar, de ez még nem funkcionál, mint munka. Beletrakva egy csomó új biznisz, jelenleg 26 biznisz van a régi 5 helyett, minden munkából biznisz lett, FPS lag. Minden munkából biznisz lett, minden munka keres valamiből pénzt, ugye akkor biznisz, hogyha keres is valamit. A riporter eléggé jó, biznisz, meg a szerelő is, de még nincs véskocsi, amit lehetne javítani. Én egy bizniszre gyűjtök, a többiek nem tudom mire. Mert vettek egy házat is, például a banda. És itt a motel helyén beraktam egy ideiglenesen biciklibérés, még ugyanúgy az indulás után, de aztán átcseréltem egy kezdő munkára, mert azért a motel a kezdőhely, és legyen a közelben kezdő munka. Biciklibérlés már csak egy helyen van. Blueberry-ben abból is biznisz lett, kocsibérlésből is biznisz, újság kihordó munkából is biznisz lett, ott van a kis házikó, ha látjátok. Mit mondjak, itt lesz majd a városháza, ennek az épületnek a helyén itt középen. Pizzéria, az már borravalót is kap checkpointonként, mert több fizetés, mert tényleg távolság szerint az összes munkad fizetése. És így tényleg minél többet mész egy checkpointon, annál több. Minél többet mész egy checkpointért, annál többet keresel. Nem kapott ugyanarra a checkpointot, ahol éppen voltál. Ez egy bugjavítás, de azért ezt megemlítem, mert ez eléggé frusztráló volt, hogy 30 forintot kaptál, mert úgymond raktál a checkpointot, volt ennyi a szerencsét. Pedig 30
hely van, és mindig is csomószor előfordult, hogy valaki ugyanarra a helyre kapta a checkpointot. Mi volt még a frissítés? Nézzük, a rendőrség Dilimorban biztosan valami. Ugyebár a lottozó is biznisz lett, de mivel túl kevés volt, folyamatosan elnyerték a pénzt, nem tudott felmenni. És két hiba volt lottozóval, folyamatosan megnyerték a pénzt, szóval nagy volt a nyerési ráta, és nem tudott felmenni a főnyeremény díja. Így megcsinálta, hogy minden egyes lott vett szervény után 10 000-rel megy fel a nyereményt, és 50 szám közül, és most már tényleg így kettesek, egyesek vannak, szóval az okozza azt, hogy ezért nyerjek az emberek, de a kettes egyesekkel nem lehet sok pénzt elvinni a nyereményből, és egyre csak nő, míg a vége, amikor ilyen 5 millióra elviszi valaki, az jó lesz. Jelenleg 400 000 forintnál tart így 2 nap alatt. Nem, most távol nincs engem, csak a fent, kettő ember ki van fent. Nem volt kövenc feljött. Látja, hogy fel vagyok. Szóval... mit akartam mondani? Mi volt még? Ja igen, munkajármű vagy tankolása, javítása ingyenes. Igaz, hogy át kell lenni a pénznek vagy bankszámládon ahhoz, hogy kifizethess, de a fizetésedben ott lesz. Szóval ezzel is megnöveltem ugye a bizniszeknek a forgalmát, mert elég kevesen tankoltak, mert nem volt elég, nem volt elég játékos ahhoz, hogy minden járművet használjanak, és így nem kellett feltankolni járművet, hanem csak átültek egy másikra. És így tankolás, javítás ingyenes. És itt tényleg megnőtt a bizniszek forgalma, ruhaboltok is bizniszek lettek. Mi lett az, ami újítás lett? Nagyon sok újítás lett, csak nem jut eszembe most így hirtelen. Mert a 1.0.0 pont helyett már 1.1 van, ami ilyen 6 kisebb frissítést pont maga után. Biztos van valami újítás, per adatokat nézzük meg, valami biztos eszembe jut. Ugyebár lehet már figyelmeztetni embert is, 3 figyelmeztetésnál kik. Admin most sokkal több mintát látnak. Tudják felügyelni a szervert. Szavazásrendszer, ugyebár az is bent van, lehet szavazni. Per zsebem, azt már mutattam, hogy mi van, semmi sincs jelenleg, ami fontos lenne. Perhebből biztos van valami parancs, amit... Nem igazán, mert semmi. Fórumot kéne néznem. Ott mindent kiírok. Ja igen, anti-spam, mert sokan spameltek, nem csak az olyanok, akik így trollkodtak úgy, mert nem csak azok spameltek, az viszont sokan olyan retardátoskodtak, és így beírták 5-ször a kérdést, akkor biztos gyorsan válaszolunk. Beraktam az anti-spamet, admiok, ez ugye nem érdekli, mert ők gyorsan kell cselekedni, ők gyorsan kell válaszolni, és így elég zavaró lenne a 3 másodperc anti-spam. Hackek ellen kicsit jobban védelkezünk, bár... Mert nem tudom, én teszteltem a hacket, egy minigenna rohangált, és ebből ki is kikkelt a szeró. Bár... Valakit valamiért meg nem kikkel, szóval nem tudom, ez a szoba itt hogy működik, de mindegy, hát... Mindig van fent valaki. Figyeljük, hogyha meg valakivel történik valami azért, mert hackkelte, például megölik, akkor visszakap mindent. Kártérítés, kipannoljuk a gyereket, ennyi az egész. Lehet válaszolni, hogy akarod-e látni per OC-t. Van per off rendszer, hogyha off-kolsz, akkor nem kidob, hanem bedob az off-ba, ahol nem telik az idő, úgy fent a szeron, és bármikor vissza tudsz jönni, ott helyen, egy másik virtual world-be, vagy nem tudnak zavarni téged, és off-kolsz. Visszajöjtsz ugyan, hogy a per off parancsa, de hogyha nem, azért off-kolsz, mert nem mozdult egy csomó ideig, amit te akarod beírni, hogy most elmész off-kolni, akkor te is ugyan, hogy beírhatod, teljesen értetetlen, hogy nem tudnak mit csinálni veled. Engedélyek parancsjával ezt meg lehet mutatni magának az engedélyeket, nekem csak kocsi és kamion jogsim van. Fegyvert már mindenki vehet, akinek van fegyverengedélye, rendőrök adhatnak fegyverengedélyt. Kenderrendszer is szuperel. Most már banda is kezd alakulni, az illegális bandánk. Per átadás mindenféle inventory dolog is királyba megy. Nem teszem, hogy senki látna a videót és összegyűjtő, hogy mi az. Na jó, hát igazából annyi változás nem is volt, úgymond. Mindegyik ilyen kis bugjavítás volt, meg ilyen bővítés, például olvasásnál kiírja, hogy hanyadik fejezetnél tartasz, meg mennyi kell még, meg mindenféle kis újítás, de a nagy újításokat most elmondtam. Aha.
Na szóval nagy újításokat elmondtam már, de még be az is például nagy újítás, hogy komolyan, nem, valami előbb még itt volt az anyam, majd mit akarom mondani, ezt nem el is felejtettem. Ja igen, kocsikulcs rendszer, szóval kocsit nem akkor tudod beindítani, hogyha Hey, a wake up! per adatokban ott van, hogy téli jármű, hanem hogyha van hozzá kulcsod. Szóval lehet egy téli jármű, de ha nincs hozzá kulcsod, nincs a zsebedben a kulcsod, akkor nem tudod elindítani. És így ettől, ebből következtetőt az is, hogy akinél ott van a kocsi kulcsa, az meg tudja vezetni, be is elindítani, nem kell ahhoz, hogy ez övé legyen. Szóval, hogyha mondjuk ott megy a kocsijához egy emberke, és te leütöd, kirabolod, stb. Elveszed a kulcsit, akkor te el tudod indítani a kocsiját, mert nála van a kocsi kulcsa. Addig tudod irányítani a kocsiját, amíg nála van annak a kocsinak a kulcsa. Persze meg is ezt csinálva az is, hogy új zárat lehessen csináltatni, hogyha mondjuk elég sok ember meg van már a kulcsa, meg lemásoltatta, vagy nem másoltatni, csak tett oda a kulcsodat, hogyha több embernek oda akarod adni, vagy mondjuk hárman használjátok egyszerre a kocsit. De például majd lehet majd új zárat csináltatni a kocsira, igaz, hogy elég drága lesz, hogyha például iszerzett egyre gyakrabban lopja a kocsidat, mert egyre több embernek van meg titokban a kocsi kulcsod. Hát nem tudom, mi volt még az. Hát megszabadultunk pár nonostól, de ez meg azzal járt, hogy kisebb lett a játékos létszám. Bár nem is voltunk utána 10, és nem volt fent illegális banda, szóval ha az is fejlődnek, akkor azok már eléggé hozzák a játékosokat, mert látják, hogy sokan vagyunk és jönnek még többen. Lehet kiszedem majd az RP-tesztet, mert sok hülye gyerek tényleg ott bukik meg, vagy nem tud ilyen alapkérdéseket, hogy akar elpénzni. Hát jó, jöhet elpénzni, nem tudja, de hogyha majd élesben majd valami non csinál, akkor majd nagy büntetése lesz. Sokak ott tudják meg, hogy nem tudják az RP-tesztet itt meg, akkor hogyha megcsinálják az RP-tesztet, jöhetnek játszani, és hogyha annyira tetszik nekik a szerver, akkor utána elkezdhetnek RP-t tanulni. Na hát, ennyi lett volna a én kis dolgom. Igazából sokkal több újítást csináltam, de ezek olyan kicsik, úgymond, és egy csomó kis újítás volt, csak a nagy rendszeri újítások voltak, és csomó kis újítás, úristen, csak 16 HP, nem kell ugrálnom. És egy csomó kis újítás, túl kicsi az, hogy megemlítsem, de azért eléggé fontos is. Szóval tényleg, ugye minden legtöbb munka az távolság alapján van már, csomó bug ki lett javítva, többet tud fuvarozni, meg a bizniszek is kapják a pénzt, szóval látom, hogy én alapbázisban látom, hogy mindegy biznisznek megy fel szépen a pénze, hogy mindenki dolgozik valahol, meg megy boltba vásárolni, stb. Na jó, hát így is már sokat beszéltem róla. Köszönöm, hogy néztetek, kérdésetek van, írjatok itt Facebookon vagy fórumon. Jöhettek játszani minden fejlesztést, írjatok, hogyha van ötletetek, akkor írjátok fórumra. Én folyamatosan csinálom, bár most kezdek kifogyni az ötletekből, az emberek is kezdnek, szóval kellek új játékosok, akiknek új ötleteik vannak. Köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!